Sziasztok, kedves Mindigó Sport nézők, én Kátai Tamás vagyok, és robok tovább a Humbeskit vlog, a mai állomásunk Sopron, és a célkeresztben pedig Supola Zoltán, aki válaszolni fog a kérdéseimre, sőt, partner lesz a kis játékhoz is, úgyhogy ma is megéri velünk tartani. És itt is vagyunk, gyerekek, megérkeztünk Sopronba, és a mai vendégünk Supola Zoltán, aki már itt ül mellettem. Üdvözlünk ebben a műsorban. Sziasztok! Itt ülünk ezekben a remek székekben, ami nekem egy nagyon régi tervem volt, hogy egyszer kipróbálhassam, hogy milyen ez, mert a idei Magyar Kupán láttam, hogy ilyen jó audis székek voltak. És most rá kellett jönnöm, hogy nem is biztos, hogy annyira kényelmes ez. Te tudsz erről bármit mondani nekünk, hogy miért vannak itt ilyenek, illetve te szereted-e őket, kényelmesek-e, van-e valami funkciója annak, hogy ilyen fullos székek vannak ide rakva, vagy az egész? Miért van ez, nagyon érdekel engem? Megmondom őszintén, nem tudom, hogy miért ilyen székek vannak. Hogyha nem sokat vagyok kispadon, akkor kibírható. Mert hogy nem kényelmes rajta annyira ülni. De amikor bejöttem, akkor nagyon abszolút rácsodálkoztam, hogy úristen, ez mennyire prémium, de most, hogy itt ülök, már annyira nem. Lehet, hogy magasabbnak kell lenni, hogy leérjen a lábunk. Nekem sem érlem, mondjuk. Lehet, hogy csak ilyen 220 centi fölött kompatibilis. Jó, akkor azt a szék kérdést ki is maxoltuk. Hagyj jegyezzem meg ezen a ponton, hogy ugyan még csak a harmadik adást forgatjuk. Viszont egyértelműen ez a legszebb csarnok, ez a legszebb hazai pálya a három közül, ahogy eddig jártam. Neked viszont azért nyilván jóval nagyobb tapasztalatod van ebben, hiszen elég sok pályán megfordulsz, elég sűrűn hozzám képest. Te hogy értékeled ezt a Sopron hazai pályát? Én szeretem a csarnokot abszolút, tehát szerintem is nagyon szép, és ugye a szezon végére már jobban magaménak éreztem. A fehérvári a másik, ami szerintem még nagyon jó. Na majd azt is megnézem magamnak hamarosan, hogyha minden jól megy. Most viszont az ilyen blőd, én elmémből kipattant kérdések helyett térjünk át rád, hiszen azért érkeztünk, hogy téged bemutassunk a nagy érdeműnek. Azt kell tudni volt, hogy már megfordultál a Székesfehérvárban, Pécsben, illetve van egy 4 éves, jó mondom, 4 éves? Leeds-i kitekintés is. És én erre szintén nem tudok elvonatkoztatni a saját elmémtől, a saját kíváncsiságomtól, nagyon kíváncsi vagyok. Hogy milyen volt az neked, milyen tapasztalatokkal gazdagodtál, és kérlek, hasonlítsd össze azt, hogy mik a különbségek mondjuk egy magyar ligához, meg a angol ligához képest. Szerencsére ezeket már fejből tudom, mert általában mindenki megkérdezi. Ez egy nagyon jó 4 év volt. Ugye Németh László, akkori szövetségelnöke szervezte ezt az ösztöndíjprogramot, több magyar is kiment. Kosárlabdázók, teniszezők, röplabdázók, tehát elég sokan, és ott a tanulás mellett a sportra is nagy hangsúlyt fektettek. Így mindenki úgymond tudta folytatni a sportot is, meg mellette tanulni is tudott. Itthon ezt sokszor nehéz összehozni, én úgy vettem észre. Itthon nem is biztos, hogy elvégeztem volna az iskolát, egy főiskolát akár. Ez a sport miatt, vagy az oktatás miatt van, bocs, hogy bevágok a szabadba? Igazából a sport, tehát ugye reggel edzés, este edzés, ezek nagyon többször kell hiányozni, akkor már nem egy edzése nem vagy ott, akkor nem tud a játékokat úgy, akkor be kell hozni, tehát meg lehet csinálni, csak nem egyszerű. Aha. És én mindenképp külföldre akartam menni, ezért vágtam vele igazából. Hogyan telnek mostanában a mindennapjaid? Ugye kedves nézőknek elmondjuk, hogy mi nyáron találkoztunk itt Sopronban a hazai pályán, tehát nagy valószínűséggel éppen az alapozás, vagy még az sem zajlik. Ez milyen különbségek vannak nyilván egy szezon közbeni sportoló életét összehasonlítva egy ilyen nyári szezonban? Ugye még júli eleje van, ilyenkor mondjuk aki döntőt játszott, az még csak pár hete végzett a bajnoksággal, tehát ők még valószínűleg pihennek. Uh-huh. Én is egy 2 hetet ilyen teljes pihenéssel szoktam tölteni, tehát nem sportolok, nem futok, nem kosarozom. Utána viszont nem lehet elkezdeni edzeni, kosárlabda. Én mondjuk el szoktam menni boxra, ezt tavaly nyáron kezdtem, nagyon tetszik. Különböző kondis edzések, tenisz, Margit szigeten futás. Próbálok nyáron minden többfajta sportot próbálni és űzni, hogy nagyjából formában legyek.
Nyilván kosárlabdában is fejlődni kell, és egyre jobban a gyengeségeket fejleszteni. Ezt is próbálom csinálni. Tehát akkor te is tudatosan gyakorlatilag próbálod azokat a skilleket feljebb húzni, amiből is egy szükség van ezeknek a javítására. És nem beszélsz egyébként a box a kosárlabdához? Hogy a kosárlabdával passzolva? Tehát, hogy nem lehet, hogy az izolatait megsínlik? Nem. Nem is tudom mondani, hogy ránéztem, csak láttam, hogy, hogy több kosárcsapat is mondjuk még szezon közben mondjuk nem csinálnám, de szezon közben is akár elviszi a csapatot egy boxedzésre, hogy egy kicsit másfajta kondit igényel, ugye, meg YouTube-on látni, hogy nagyobb sztárok is esetleg úgy tartják formában magukat. Én nem vettem észre semmi, nyilván hozzá kell szokni a csuklónak kéznek hozzá, de nem láttam semmilyen, nem éreztem semmilyen negatívumot, tehát... Lehet, hogy még jobb is, hogy erősödnek azok a területek. Igen, nem árt, igen. Angliát kb. Kiveséztük, visszatérünk Magyarországra, és még inkább személyes szokásokra. Hogyan engedette ki a gőzt? Hogyan bulisztok egy-egy siker után a csapattal közösen? Milyen csapatépítő bulik vannak? Akár valami jó sztori, nyugodtan itt bevállalhatod, mert azt senki nem fogja a csapattól úgy sem megnézni ezt a felvételt, tehát abszolút titokban marad négy szem között. Úgyhogy erre lennék kíváncsi. Hogyan buliznak a magyar NB1-es sportolók? Ért a kosárlabdázók nyilván. Hát régen bulikra nem az még szóval, idénről tudok mesélni. Idén elég sokáig szerintem visszafogtuk a bulikat, mögülön, hogy eljön a csapatban a sajnát úgy, hogy és ez hülyeség, hogy megengedhetjük magunkat magunknak, de nyilván, hogyha minden hát második meccsen nyert csak, akkor úgy rosszabb szájízzel mész el szórakozni, pedig én úgy gondolom, hogy nem feltétlenül kéne, hogy a kettő összefüggjön. Tehát, hogy attól, hogy próbálkozunk, és akkor nem megy, attól még nem állt kijeleszteni a gőzt, ezt mi nem tettük. Év végére szerintem egy egész jól összeszokott a társaság. Győztes meccsek után, főleg, hogyha nem három napra rá játszottunk, akkor volt, hogy elmentünk, megittunk egy-két sört a többiekkel. Ezt amúgy támogatja a vezetőség is, hogy kicsit szocializálódjunk egymással. Nem állok el nagy titkot, nyilván a külföldiek szeretnek Sopronban játszani, mert ugye Bécs közel van. Előfordult, hogy ők esetleg ott voltak, de nem hiszem, hogy sűrűn, tehát... Akkor mindenféle csapat szeret Sopron be játszani, meg ki lehet ugrani könnyedén Bécsbe? Van egy ilyen... Nem, mert Sopron viszont messze van nagyon sok helytől, mondjuk pont Szombathely, Zalaegerszeg körmentől nem, de a többi csapattól elég messze van, tehát innen nem nagyon szoktak itt maradni, tehát ez nem az a pesti csapat, ami után hazafelé a buszon már csak két-három ember van a gyúróval együtt, tehát... hát igen, van, hogyha mondjuk Pesten, ugye még volt ásapot, akkor nem csak az, aki pesti mondjuk, mint én, de többiek is voltak, akik maradtak. Hát most ilyen extra jó sztori hirtelen nem jut eszembe, elég biztos volt. Másik kedvenc visszatérő témám a cipők. A kosárlabdával, főleg külföldön, de nyilván egyre inkább az itthoni streetwear kultúrában is összefonódnak a cipők és a körülöttük lévő hype. Te mennyire figyelsz arra, hogy milyen cipőt választasz, akár utcára, akár játékhoz, mennyire vannak kedvenc cipőid, mennyire érdekel ez egész téged? Abszolút érdekel. Nyilván akkor fiatal voltam, akkor jobban. Most már nem azt mondom, hogy mindegy, hogy miben játszom, mert nem. Tehát szeretem abban is a hosszabb szárulokat, a rövidek. És jönnek be. Aha. Nem szeretem, hogyha légtap van, tehát hogyha látszódik, mert az meg általában kiukad. Mondhatnám, hogy elég nehéz cipőt választanom. Akkor mondhatjuk azt, hogy ilyen praktikussági szempontokat vizsgálsz inkább. Tehát hogy kényelmes legyen, magasztal legyen, ne lukadjon ki elég tap bírósokáig. Igen, de azért ne nézzen ki hülyén, tehát szeretem, hogyha jól néz ki. Utcára pedig, hát ott pedig mindenfajta. Tehát ott nem szorítom annyira le a választékot. Tehát, Vans, abszolút bármi. Van kedvenc kosárcipőd? Vagy ami mondjuk régen kedvenc volt szívedhez nőtt? Régi Gary Payton cipő. Ennek az oldalán ilyen üvegszerű volt. Uh-huh. Ez nagyon rég volt, de az volt a kedvenc cipőm, azóta is
mennyire lengi körül a játékosokat egy ilyen ismertséggel járó pozitív fogadtatás, mennyire ismernek téged meg itthon, ha itthon mászkálsz, mennyire kérnek tőled közös képet, illetve ezt összevonnám egy másik kérdéssel, reméljük, hogy majd nem felejted egyiket sem megválaszolni, hogy mennyire alakultak neked az életedben olyan kapcsolatok sportolóként, amik egyértelműen a te élsportolásodnak a hozadékai. Tehát mondjuk Amerikában Snoop Dogg és Drake nyugodtan, boldogan üldögél a pálya szélén, és hatalmas panoka a pályán lévő játékosokkal. Mennyire van ennek magyar viszonylata, vagy magyar tükörképe? Nyilván sokkal szerényebb keretek közt, egyáltalán van ez? Az elsővel kezdeném. Nyilván szerintem mindenki, amelyik városban játszik, kijön, ha Pest az, ott szerintem általában megismerik a játékosokat. Én nem hiszem, hogy ez olyan nagyon nagy dolog lenne, vagy hát inkább néha hogy olasz vannak, hogy hajrá, vagy tehát szép volt, vagy mit csináltatok. Ilyen képek, autogramok, nem jellemző, meccsek után szokták főleg ugye a fiatalabbak, akik mondjuk itt a környéken, vagy Sopronban mosolaznak, ők szoktak kérni közös képet, autogramot. És nagyon érdekes, mert például van egy pécsi kislány, akinek én voltam a kedvence, és ő például, én csodálkoztam, például Sopronban is eljött meccset nézem, amikor eligazoltam. Akkor tényleg te voltál kedvence. Igen, és tehát nyilván meglepődtem, és azért örültem neki, mert mégis én voltam a kedvenc játékosa. Úgyhogy vannak abszolút ilyen pozitív meglepetése. Kapcsolatok, amik a sport miatt jöttek? Abszolút vannak. Nem, ugye mondtad a zenészeket, stb. Nekem nem ilyen típusú, biztos van, akinek hasonló. Én inkább ahol bárhol vagyok, mondjuk lemegyek edzeni a legközelebb terembe, és akkor ott, akik kosaraznak, azok úgy mindig, tehát akár ahol megyek, igazából ezt tetszik, hogy most akár a világon nézzük. Tudom, hogy a kosarasok azért egy közösséget alkotnak, és igazából bármi kell, bármi segítség, vagy és tényleg csak leülnék valahova, akkor mindenki jövő lehetett. Tehát akkor van egy ilyen kis kosaras community Magyarországon is, igen, ami egy abszolút, általad elmondásod szerint egy abszolút összetartó közösség. És ami tök jó, annyi nagyon pozitív dolgokról számolsz be, mert az, hogy Magyarországon is van ilyen, hogy egy eligazolás után a rajongó követi a kedvenc játékosát, ez mindenképpen szerintem tök pozitív. Igen, inkább ugye az ellenkezőjére gondolnának, szerintem a nézők is, meg én is magamtól arra gondoltam, hogy ha valaki elhagyja a csapatát, akkor ugye árulóként bélyegzik meg, vagy hát semmiképpen se kerül a reflektorfénybe, meg a szimpátiának a középpontjába. De tök jó, hogy neked más tapasztalataid vannak, úgyhogy már megérte leautókázni majd a Sopronba. A fehérvári szurkolókkal is jó vagyok, régről jó, mondjuk nat érettségiztem, tehát ott több kötődésem van, de ők is nagyon kedvesek voltak, például meg tortával fogadtak a meccs előtt. És nem volt szülnapod? Nem. És például az annyira pozitív volt, hogy nekem ott kezdett el kb. Jól menni a játék. Tehát tényleg, tehát így otthon éreztem magam, a csarnok, a szurkolók, és nagyon, tehát jó érzés volt, azért sokat kap az ember ilyenkor. Tök jó. Elérkeztünk ennek a kis interjús részlegnek a végéhez, és most következik a játék, amiben továbbra sem foglak kimélni kérdésekkel, viszont most már csak az akkor fogom tudni őket feltenni, amikor egyet-egyet hibázol. Abban állapodtunk meg, hogy megpróbálunk bevállalni egy Horse nevezetű játékot, aki nem látta volna előző részeinket, vagy nem ismerné a játékot, annak elmondjuk, hogy ez arról szól, az egyik játékos, aki kezdi a játékot, mutat egy bármilyen kosárlabda move-ot, egy dobást, vagy egy bármilyen mozdulatsort, ami ha sikeres, akkor a másiknak meg kell ismételnie, és minden ismétlési hiba az egy-egy betűt jelent a Horse-ban, de nálunk most nem 5 betűt kell összegyűjteni, hanem 5 kérdést fogunk felrakni az 5 hibához kapcsolódóan, úgyhogy szerintem nekiméljük egymást, vágjunk bele, és akkor még 5 viszonylag kellemetlenebb kérdéssel meg fogla tudni kínálni. Hol van?
és már itt is vagyunk, átálltunk, úgyhogy elkezdődik a horse játék, amit Zoltán fog kezdeni. Welcome to the Smackfest, the beatdown. The SWAT team is here on another beautiful day of shutting the week down. We're going for kills, not here for the thrills. Man, after this match I'm talking about, they may have to shut the beach down. Today consider us your very strict parents, and you have disobeyed us. About to give you a reason to hate us. We gon' play true and false, you be the false. Because on this side of the fence be a team full of true players. And me, I be the top swatter. The sun is out, the heat is on, and I'm only gon' make it hotter. Hope you got a lot of water in your squirt bottles. It helps wash down all the sand that we about to make it swallow. Or better do a dance and hope it starts pouring down rain. May be the only thing to save you a lot of pain. Twist the sprains, we about to lay the smack down. Just letting you know. Ah, ez nagyon szemét. Ennyire szemét még senki nem volt a meccs pályán se. Yes. Jó, akkor az első kérdés megérkezik. Legkellemetlenebb kosárlabdázáshoz kapcsolódó élményed ever. Mi történt vele, ami iszonyat ciki volt? Még kenguru csapatban, hogy az ellenfél palánkjára dobtam zicsert, de tehát, próbálok valami jobbat összeszedni. Van időnk. Jó, egy fél perc gondolkodás kell tőleg. Hát így gyakorlok. Jó. Nem túl régi, meg biztos, hogy van ennél jobb sztori, de egy a közelmúltból Zalaegerszegen játszottunk, és hát egész meccsen az egyik játékos aprított, tehát úgy lezárások, kis könnyék, stb. Aha. Az utolsó, vagy hát már a vége felé ideges lettem, és gondoltam, hogy hát akkor neki futok vállal, tehát az elzárásba. Tehát úgy semmi, nem könnyök, semmi durva, csak hát akkor keményen. És akkor belefutottam, akkor rohadtul nem tetszett neki, akkor visszafordult, könnyékkel egy elzárás. Aztán hát megállt az egész játék, vissza kellett fognia mindenkinek mindenkit, saját csapatból, ellenfélből. Tehát így majdnem bunyó lett, és akkor nézők például elkezdtek anyázni engem, Zalaegerszegen. Igazából ennyi, és akkor hát utána, meccs után szoktam szüleimmel beszélni, és akkor mondta faterom, hogy hát, ja, anyut is úgy hallom, megemlítették a közvetítésben. Hát most ez... Tehát ez az, ami... nézték a meccset és hallották, hogy hogyan áznak az igen, Zalaegerszegen. Igen. És akkor mondták, hogy anyu csuklott ott van. Igen, hát nem, ugye nézték a Mindigón a közvetítést. Ugye? Egy ördeklám, jó. És hát nyilván hallották. Ez tök jó. Ja. Fáj, jó sztorikat mondasz, hogy én el fogok jönni hetente hozzá. Viszont most robogjunk tovább, mert még kell gyűjteni a tiba pontokat, hogy még kérdezhessek tőle. Jó. És ugye most én mutatok. Yes sir, hope you've been through every drill you got. To be on top, we're about to kill your shot. The way you coach ain't even bad to watch. This on slot, be non-stop, no matter what kind of skills you got. About to get sir, your team's already intimidated. About to... Ha kihagyod, akkor kérdezhetsz egyet. És hogyha várom a kérdésre. Na jó, akkor mostantól megfolytjuk a játékot, és mindig, ha én kihagyom, akkor kérdezek egyet. Jó. Kérlek szépen, melyik az a sport, amelyikben a kosárlabdával ellentétben vállalhatatlanul gyenge vagy, és nem vállalnád be, hogy akár csak 5 percig is helyt állj benne? Régen próbáltam görkorizni, de... Ja, agresszív csúszkálósban? Hát igen, ott a Görzenálnál testen. Nem mondom, hogy rosszul ment, de mindig volt benne egy kis félsz, hogy kitörik a lábam, stb. És aztán rájöttem, hogy nem is annyira nekem való ezek. Szerintem igen, talán ez. Gördeszka, görkori, ja, nagyjából. Oké, vagyunk tovább. Jó. Azt hittem, hogy bedobja. Bírózás. Volt-e olyan valaha, hogy összetűzésbe keveredtél bíróval? Tök jó, hanem meséltél egyet, amikor játékossal igen. került összetűzésbe. Van-e olyan, hogy a bajuszod alatt a dőr mögött, hogy így meg úgy a szemét bíró, és mondjuk meghallotta, vagy bármi ezzel kapcsolatos kellemetlenebb történet? Volt. Volt több is. Mányit, hogy nem mondanám, hogy nem szoktam agresszívan szívni a bírókat. Nyilván, hogyha mondjuk a negyedik falatot nem fújják le,
akkor már egy kicsit idegesebb vagyok, akkor szólok nekik, hogy figyeljenek. De mondjuk ez általában akkor van egy játékosnál, hogyha mondjuk nem mennek jól a játék, és tényleg hát most négyet kiadsz egymás után, akár faltnak, akár nem, látod, hogy nem ment be, a csapat nem jár előrébb, tehát nyilván egy plusz frusztrációt okoz. Technikait volt már, hogy kaptam azért színészkedésért. Például védekeztem valaki mellett, védekező, tehát így, támadj. Nem, bocs, védekez. Iment, ment. Védekezek. Könnyékkel megütött. Igen, elest, hátra, hát, tehát elestem, lekönyököltek. És színészkedésért például technikai kaptam. De nyilván csak lehet, hogy nem látták a könnyökös pont. Előfordul, tehát nem... És akkor azt megköszönted, hogy szájba könnyököltek, köszi szépen a technikai? Plusz még a technika, igen, igen. Hát úgy finomabban szerintem mindenki szokott nekik szólni, hogyha valami esetleg nem persze. Úgy van. Gondja, baja van. Igen. Mivel nem akarom már magamat tovább aláztatni itt ezen a pályán, mert így is bőven elég volt a szenvedésemből, ezért egy utolsó kérdéssel búcsúzunk tőled, ami pedig az NBA-hez kapcsolódik, de csak így szerényen, melyik az a játékos az NBA-ből, akivel nagyon nem örülnél, hogyha egy csapatban kellene játszanod, és mondhatnál jött, és akinek viszont nagyon örülnél, hogyha a ti csapatotokba igazolnák le. Hát most Jason Kiddet mondanám, ő ugye visszavonult. Hát lehet, hogy itt még az NBA-re tudom mutatni egy-két dolgot. Ja, igen, valószínűleg. Aki most játszik... Hát... És nagyon nem örülnék neki, van. És nagyon nem örülnék. Eddig mindenki James Harden-t mondta. Igen? Hogy James? Nem. Fogasz még egy kérdést. Jó, legyen inkább még egy, mert most tényleg nem tudom, az a baj. Jó, csajozó sztorik kosárlabdához kötődően. Lehet-e csajozni ezzel, hogy te kosárlabdázó vagy, és ha igen, akkor milyen történeteid vannak? Vagy ha nem, akkor milyen történeteid vannak? Volt-e már olyan, hogy a bemelegítésnél megakadt a szemed egy gyönyörű csinos lányon, és próbáltad a bemelegítés közben elkövetett mozdulatokkal elcsábítani őt? Nyilván ez abszolút blőd butaság, de hogy csajozás per kosárlabda? Szerintem nem lehet vele csajozni. Nem? Nem? Csajmágnes az, hogy valaki sportoló? De, csak vicceltem. Inkább mondom, hogy kivel nem játszanék szívesen. Jó, az is jó. Mindegy, az önzést nem kedveled, viszont szívesen fogadnál a csapatodban egy olyan irányítót, aki kiszolgált téged jobbnál jobb labdákkal. Hát, igen, de nem, most nem feltétlenül engem. Hát úgy az egész csapatot, egy jó irányító azért meg tudja alapozni. Köszönjük szépen, hogy ránk szántad az idődet. Ennyi lett volna ezek is minden interjú és vlog. Azt is nagyon szépen köszönöm, hogy kinyíltál a pályán, és megmutattad azt, hogy egy NBA-1-es játékos nem kegyelmez, mert eddig mindenhol máshogy alakult. Nektek pedig nagyon szépen köszönjük, hogy megnéztétek ezt a vlogot, és tartsatok velünk legközelebb is, hiszen hamarosan egy újabb csapatnál kötünk ki hasonló keretek között. Addig is, sziasztok! Sziasztok!